Köszöntöm a nézőket! 2017. december 20 és december 31-e között történt balesetek közül beszámolnék egy párról. Egy 50 éves kalocsai lakos az általa vezetett Opel Zafira típusú személygépkocsival közlekedett december 22-én a reggeli órákban az 52-es számú főúton. A fülöpszállásnál található vasúti átjáróban a ködös időjárási viszonyok miatt feltehetően későn nézlete a piros-tilos jelzést és a jeges úttesten történő fékezése ellenére a leeresztett félsorompor rudat letörve a sinekre csúszott. A személyszállító mozdony vezetője az ütközést vészfékezéssel próbálta elkerülni, azonban neki ütközött a sinekre csúszó személygépkocsinak. A személygépkocsi az ütközést követően a vasúti töltés mellett lévő füves részen a tetejére borulva állt meg. A baleset során a személygépkocsi vezetője és 76 éves utasa 8 napon belül gyógyuló könnyű, illetőleg 60 éves utasa 8 napon túl gyógyuló életveszélyes sérüléseket szenvedett. Az 54-es számú főúton Kecel és között közlekedett december 27-én délelőtt egy 59 éves keceli lakos egy lassú járművel. Haladása során egy szám nélküli földútra akart balra bekanyarodni, de az előzését egy Renault személygépkocsi már megkezdte, ezért összeütköztek. A 68 éves sofőr az ütközés következtében kiesett a járműből, majd a földre zuhant. Balesetben a lassú járművet vezető, valamint a személyautó utasa is könnyű sérüléseket szenvedett. Tíz perccel korábban sajnos egy halálos baleset is történt. Az 5301-es számú főúton Kiskörös felől páhírányába irányába közlekedett egy 60 éves újteleki férfi egy Scania-típusú tehergépkocsival. A helyszíni szemleadatai szerint a sofőr az 5301-es számú út 33.300-as méterénél balra kanyarodása során nem győződött meg arról, hogy járművelőzését már megkezdte egy Opel Astra, ezért összeütköztek. Baleset következtében a személygépkocsit vezető 18 éves Solt férfi olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a helyszínen életét vesztette. Kiskörösön a Sós utcában közlekedett december 30-án 12 óra 40 perckor egy 60 éves akasztói nő az általa vezetett Nissan, Nissan típusú személygépkocsival. Haladása során a Sós és a Rákóczi Ferenc utca kereszteződéséhez érve balra akart kanyarodni, amely során részére kihelyezett elsőbségadás kötelező jelzőtábla ellenére nem biztosított elsőbbséget a neki balról érkező BMW személyautónak, ezért összeütköztek. Baleset során a nő súlyos életveszélyes sérüléseket szenvedett. Felhívjuk a kerékpárosok figyelmét arra, hogy a látási viszonyoknak megfelelően világítsák ki kerékpárjaikat, lakott területen kívül használják a láthatósági mellényt, valamint a kerékpárutakat is vegyék igénybe a saját biztonságuk érdekében. Az elektromos rokkantkocsit használók szintén használják világítást és láthatósági mellényt a rokkantkocsikon a balesetmentes közlekedésükért. Köszönöm a figyelmüket!